Sziasztok! Ma egy olyan dolgot fogok letesztelni, amire már szó szerint évek óta kíváncsi vagyok. Rengeteg videót láttam róla, és mindig is érdekelt, hogy vajon tényleg ilyen jól működik-e, vagy egy átverése az egész. Amiről beszélek, az nem más, mint a NeverWet, ami egy folyadéktaszító spray, ami azt jelenti, hogy ha lefújsz vele egy tárgyat, akkor azt a tárgyat onnantól lehetetlen összekoszolni. Ráönthetsz bármit, beledobhatod a sárba, szó szerint lecsúszik róla a kosz. És a videók alapján ez úgy működik, mintha varázslat lenne, emiatt nagyon kíváncsi vagyok, hogy a valóságban milyen lesz. Teszteljük le! Itt is van. Ez a NeverWet. És nem tudtam, hogy pontosan mennyit kell majd ráfújni a tárgyakra, és hogy mennyire fog gyorsan elhasználódni, úgyhogy biztosra akartam menni. Berendeltem egy másikat is, úgyhogy van két NeverWetünk. Nézzük meg, hogy mi van a dobozában. Nem csak egy sprayt tartalmaz, hanem két komponensből áll ez a cucc, és nagyon sokat kutattam az utóbbi napokban, hogy hogyan tudnám nektek a legjobban bemutatni ennek a spraynek a hatását, és úgy döntöttem, hogy három tárgyon fogunk főleg kísérletezni. Az egyik ez a fehér póló, a másik ez a hófehér cipő, és megnézzük azt is, hogy mi történik, hogyha egy papírlap víztaszítóvá válik. Viszont ahhoz, hogy ezeket a kísérleteket meg tudjam csinálni, egy segítőre lesz szükségem, de azt hiszem, tudom is, hogy kihez kell fordulnom. Szükségem lenne a segítségedre. Miről van szó? Be kéne fújni pár tárgyat. Sejtettem, benne vagyok. De miért hívtál fel? Ja. Ez hülye ötlet volt. Na menjünk ki, fújjuk be. Na ki is jöttünk ide a kis tesztlaborunkba. Itt vannak előttünk a tárgyaink, és nagyon fontos, hogy minden tárgyból kettő lesz. Az egyik lesz a kontroll, azt egyáltalán nem fújjuk le, az egy normális tárgy lesz. A másikat pedig befújjuk a NeverWet-tel, és meglátjuk, mi történik. Igen, úgy kell befújni, hogy először befújod az egyik réteggel, vársz egy fél órát, utána pedig a másikkal, és utána vársz egy egész napot. És onnantól viszont elvileg tökéletesen vízálló lesz. Hát kíváncsi leszek. Pontosan. Úgyhogy ma fújunk, holnap pedig próbáljuk összekoszolni őket. Kezdjük. Azonnal? Mert... Próbáltunk nagyon koncentrálni, hogy minél egyenletesebb legyen, és hogy ne hagyjunk ki semmilyen felületet. És most várunk. Holnap pedig leöntjük. Jaj! Sajnálom. Na, elvileg teljes mértékben készen állnak a tárgyak, és hoztunk háromféle anyagot, amivel be fogjuk őket koszolni. Mind a három elég durva szerintem. Bizony. Van színes italunk, van ketchupunk, és a legundorítóbb ez az iszonyatos sártenger itt. És nagyon-nagyon remélem, hogy működni fog, nagyon izgatott vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy teszteljük is le. Ez a kontrollcipő, ezzel semmit nem csináltunk, és ez a NeverWet-tel lefújt cipő. Az az érdekes, hogy még közelről sem lehet megmondani, hogy melyik-melyik. Akkor először szerintem egy folyadékot ráöntök a kontrollra. Jó. Ahogy látjuk, így viselkedik egy normális cipő. A cipőfűző kicsit beszívta ezt a cuccot, itt is még rajta van, látszik, hogy nedves, így szívódik be. De nézzük meg, mi történik, hogyha a NeverWet-esre öntjük rá. És működik! Működik! Teljesen száraz! Majd össze lehet hasonlítani. Itt van a sima, teljesen piros, itt pedig... Tudom, hogy most mire gondoltok. Videón egyáltalán nem látszik a különbség. De ne aggódjatok, teszteltük mással is. Nézzük meg a ketchup-tel mit csinál. Kicsit ide az orrára nyomok a kontroll cipőnek. Aha! Megpróbálom leönteni. Látjátok, így folyik. Tehát undorító. Nézzük meg ezt. Aha, rajta marad a ketchup egyenlőre. Mindjárt jön az érdekes része. Megpróbálom ledönteni. És sikerül? Sikerül! Itt van, ez a különbség a kettő között. Nézzétek, látjátok? Ó, de jól működik! De jól működik! Jaj, de jó ezt látni. Igen, igen, itt látszik, az alját nem spréztük be jól, szóval csak a felső részét. Hát ez a különbség, ott ennyire ragad. Ennek örülök. Na és akkor nézzük meg most a főpróbát, az undorító saras pocsolyába bele fogok lépni mindkét cipővel, és meglátjuk, mit csinál. Igen, azt el kell mondanom, hogy sajnos csak 41-esben találtam ilyen hófehér cipőt, ami két számmal kisebb, mint a lábam.
És megvan! Azt a mindenit! Nézzük a különbséget. Jó undorító lett, az biztos. Oh, ott már valamit látok. Látjátok a különbséget? Az orráról hogy lecsúszik? Ahogy látjátok, a nevörvetes cipő fűzői alá bejutott a sár, mivel oda nem tudtuk befújni a sprayt. Viszont ahol sikerült, ott hófehér tudott maradni. Ugye? Ez a különbség. Képzeld el azt, hogy mondjuk írsz valamit, nem tudom, dolgozatot, és a szendvicsedből véletlenül egy kis ketchup ráfolyik a papírra. Hopp. Hát, gyakran előfordul. Ez persze velem is mindig előfordul, nézzük csak mekkora a gond. Hát elég nagy. Ennek a dolgozatnak gyakorlatilag lőttek. Na, de nézzük meg a másik papírt. Aha, hát látszólag ugyanakkor a gond, viszont... Nem tudom, hopp, várjunk csak! Egyszerűen lehet, hogy lebírod rázni róla. Még egy kicsi maradt. Ennyi. Látjátok? Ez a megoldás mindenre. Ez nagyon jó! Számomra teljesen elképesztő látvány volt, ahogy csúsztak le a ketchup darabok a papírról. És főleg akkor látszik a különbség, ha összehasonlítjuk egy hagyományos lappal. Kíváncsiságból lefújtunk egy kenyérszeletet is, hogy megnézzük azzal, hogy működik. Sima kenyeret megdöntöm, ahogy ismerjük, folyik le a ketchup, viszont ha ezt... Ez jól működik, pont hogy akartam. Nézzétek. Nézzétek, hogy csúszik. Én lassan csúszik, nagyon jó, semmit nem hagy maga után. És utána... Hopp! Kicsit meg kell rázni. Ennyi. És most már rakhatsz rá mustárt, ha megkívántod, azt inkább. Mondjuk ezt tegyük hozzá, hogy megenni nem annyira ajánlom. Ja, igen, igen, ezt ne egyétek nevervetet, ez nagyon fontos, igen. Szóval aki gyakran leissza magát, ennek nagyon ajánlom ezt a pólót. Semmi nem látszik. Itt jól megfigyelhető, hogy miért hívják ezt az anyagot szuperhidrofóbnak. A hidrofób azt jelenti, hogy valami vízálló, nem keveredik a vízzel. Viszont ha valami szuperhidrofób, az szó szerint ellöki magától a vizet. Oké, okay, szóval leitted magad, mindenkivel megesik, de esetleg utána le is eszed magad. Ez problémát jelent? Mindjárt meglátjuk. Hát nem, nem nagyon. Ó, oh, semmi gond. Elég király. Bár meglepő, de nem azért találták ki ezt a sprayt, hogy a youtuberek pólói ne legyenek ketchupesek, hanem például ezzel kezelik le az autók szélvédőit, a hajók alját, és a cipőköz vehető impregnáló spray is így működik. Oké, okay, leitted magad, leetted magad, hát nincsen semmi gond, de ha utána még beleesel egy hatalmas sárba, akkor probléma van? Na most ez kiderül. Jaj. Nos, hát nem azt mondom, hogy problémamentes, de azért jobban jársz fel ezzel, mint egy sima pólóra esett volna. Hát az biztos. Sőt, igazából száraz. Úgy tűnik ebben a pólóban a világ legbénebb embere is teljesen elégedett lehet. Na hát mi a tanulság? Én szerintem az, hogy ez az anyag állati király, viszont azok a videók, amiket előtte láttam, azok egy kicsit túltolták, szóval annyira azért nem működik hibátlanul. Csak ilyen nagyon ideális helyzetekben működik tökéletesen, úgy néz ki, de mondjuk a póló az elég közel van az ideális helyzethez. Fantasztikus. Meglepő, azt hittem, hogy a póló lesz a legnehezebb, mivel ráncosodik meg minden, de nagyon jól működött. Tényleg beesel a pocsajába, mehetsz tovább. Úgyhogy reméljük, hogy nektek is tetszettek ezek a kísérletek, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!